Ismét békeposzter pályázatot hirdetett az Újpest Árpád Lions Club. A legjobb alkotásokból október 16-án nyílt kiállítás az Ifjúsági Házban. Az idén 100 éves Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége ebben az évben is kiírta rajzpályázatát, amelyben évtizedek óta minden évben arra biztatja a diákokat, hogy rajzban fogalmazzák meg gondolataikat a békéről. Az idei pályázat címe a béke jövője. A kiírás szerint a megmérettetésen 2004. november 16 és 2006. november 15-e között született fiatalok vehetnek részt. A verseny magyarországi selejtezőit a hazai Lions Klubok, a döntőt az Országos Szövetség szervezi. Az Újpest Árpád Lions Klub idén 7. alkalommal csatlakozott a Lions békeposzter rajzpályázathoz az újpesti önkormányzat támogatásával. Az újpesti selejtezőre 5 iskolából 170 rajz érkezett, ebből válogatta ki a zsűri az Ifjúsági Házban kiállított 38 alkotást, köztük a három legjobbat és a külön díjast. A legtöbb pályamunkát az újpesti Károly István Általános Iskola és Gimnázium tanulói készítették. A győztes békeposztert Agócs Noémi, a Pécsi Sebestyén Általános Iskola tanulója rajzolta. Második helyezett lett Bodnár Petra Korina a Megyeri úti általános iskolából, a harmadik legjobb pályamunkának ítélt képet pedig a szintén a Pécsi Sebestyén általános iskolában tanuló Kajtor Kriszti készítette. Külön díjat kapott Hollós Mirjam, az újpesti Károly István általános iskola és gimnázium diákja. A legjobb három újpesti alkotás tovább jut az országos döntőbe, amelynek győztese képviseli majd Magyarországot a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének világversenyén, az USA-ban, Oak Brookban. Az újpesti kiállítás november 5-ig látható az Ifjúsági Házban.